Az életmentő csontvelő átültetésen átesett gyermekek és családjuk visszatérését segíti a hétköznapi életbe a Dobosszanazukban megépült Déméterház, melyet a napokban adtak át. A beteg vagy éppen felépülésben lévő gyermekeket segítő alapítvány 2006-ban jött létre Budapesten. Szanazukban a már meggyógyult, de még közösségben nem feltétlenül engedhető gyermekek rehabilitációja zajlik. A kislányomnál miután leukémiát diagnosztizáltak, Debrecenben voltunk kezelés alatt, aztán csontvelő transzplantációra lett szüksége, így kerültünk Budapestre, és ahogy az első alkalommal, ahogy oda fölmentünk konzultációra, már akkor megkerestek minket az alapítványtól, körbevezettek a budapesti Demeterházban, és ott éltünk 7 hónapig, még nemrég költöztünk haza, és közben már hallottuk, hogy elkészült ez a gyöngyház is, ahová majd jöhetünk nyaralni családokkal. Az új szanazugi helyszín a krízis feldolgozására is alkalmas, ugyanakkor rehabilitációs célokat is szolgál. A szanazugi ház segíti az alapítványt abban, hogy kiszélesítse lehetőségeit a daganatos betegséggel küzdő gyermekek kezelése során. Itt külön foglalkozhatnak a testvérekkel, hiszen ők hosszú ideig kénytelenek nélkülözni az egyik szülőt, egyikük ugyanis folyamatosan ott van beteg gyermekük mellett a sterilboxban. A betegek 83%-a meggyógyul, a veszteségek kezelésében Németné Tóth Szilvia evangélikus lelkész nyújt támogatást. Főként az élmények azok, amik segítenek. Tehát egy daganatos betegnek a szülei, azok túlféltik a gyereküket, ami tök természetes, mert tényleg nagyon-nagyon nehéz életszakaszon mentek keresztül. És vannak olyan életszakaszok, amikor már szabad csinálni azokat a dolgokat, amit a többi egészséges gyermeknek, viszont a szülők még nem merik mondvá, hogy fú, hát ha ez még inkább ne, és akkor, hogyha ide jönnek, és akkor mi ezt együtt csináljuk, itt közösen, akkor ők azt érzik, hogyha itt mi a szakemberek azt mondjuk, hogy szabad, akkor már ők is merik engedni bringázni, csónakázni, szabad vízbe fürdeni. Gyula a februári polgári bál bevételének egy jelentős részét adományozta az alapítványnak. Amikor megtudtuk, hogy Dobosszanazukban építik fel, illetve alakítják ki a legújabb terápiás, gyermekterápiás központjukat, akkor nem volt kérdés, hogy ezt az összeget ide utaljuk, azért sem, mert már egyrészt van tapasztalatunk abban, hogyan kell jótékonysági szervezetet működtetni, menedzselni, a különböző ehhez kapcsolódó projekteket végigvinni, hiszen 2016-ban ebből a célból hoztuk létre a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítványt, aminek kimondott célja a koraszülött gyermekek megmentése, életmentése és támogatása. A Dobosszanazugi ingatlan 1200 négyzetméteren fekszik, maga a ház közel 250 négyzetméteres.